A hidegebb időjárással a szervezetünk is meggyengül, így egyre többen betegednek meg, egyre többen fordulnak szakemberekhez, sokan keresik fel a házi orvosi ügyeletet is, a leggyakoribb panasz a légutakkal kapcsolatos. Elsőként köhögés, később láz, orfolyás, majd általános gyengeség érzet az, amit tapasztalnak a betegek. Ősszel mindez jellemzőbb, ilyenkor mindig több a járványos megbetegedés. Mindemellett az ügyeleten egyre gyakrabban látnak koronavírussal kapcsolatos tüneteket, és a tesztek is azt igazolják, hogy ismét jelen van a vírus. Szabó László azt mondja, sokat tehetünk a betegségek megelőzéséért is. A koronavírusnak is növekszik most már a beteg száma. Én azt gondolom, hogy ismét elő kellene venni azokat a higiéniai szokásokat, amiket egy kicsit kezdtünk elfelejteni, vagy pedig lazítani. És a folyamatos kézmosás, a megfelelő higiénia betartása, ezen kívül tényleg a közösségekbe a maszkviselésnek a visszavezetése, ez nagyban segítene megelőzni azt, hogy ebből tényleg egy tömeges járvány alakuljon ki. A 60-i kórházban is már kötelező a maszkviselése. Szabó László azt is elmondta, hogy mielőtt az antibiotikumhoz fordulunk, célszerű pár napot otthon, házi módszerekkel kúrálni magunkat. Sok folyadékot fogyasztani, ügyelni a vitaminbevitelre és rengeteget pihenni. Szükség esetén lázat csillapítani. Amennyiben panaszaink nem múlnak, akkor jelentkezzünk a házi orvosunknál.